Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Loki Blog idei első heti hármas adásában. Ketten ültök itt mellettem, Juvefon. Üdvözlök mindenkit. Illetve Anderson. Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit. Három témát fogunk ismét körüljárni, az elsőben pedig mi másról is beszélhetnénk, mint a téli igazolásainkról, úgyhogy Juvefon, téged kérlek meg, hogy ismertest, kik távoztak eddig a csapatunkból is, kik érkeztek. Hát nem lesz hosszú a névsor. Ugye az érkezők oldalán találunk egy nevet, Mészáros Karolét, de hát őt a távozók oldalán is megtaláljuk, ugyanis hiába érkezett vissza kölcsönből a haladástól, egyúttal vissza is küldtek őt végleg. Így tehát ez egy jött és ment változás volt, aztán ugye Szilvási Péterrel még december végén bontottunk szerződést, ő végül Gyirmóton kötött ki, és hát ugye a legfrissebb hír az az volt, hogy Novota Jánosnak egy súlyos szívbetegség miatt vissza kellett vonulnia, így őt elvesztettük. Tehát gyakorlatilag két távozónk van mindössze, mert ugye Mészáros Karol egyébként sem volt itt, tehát ő jött és ment, így gyakorlatilag csak Szilvásit és Novotát elvesztettük, ennyi változás történt. Meddig tart az átigazolási piac? Az átigazolási időszak február közepéig, most hirtelen meg nem mondom, hogy 14-e meddig. Szerintem. Február. 18, 14. Valahogy úgy, de akkor ennek én most 15. gyorsan utána nézek. De szerintem február közepéig tart ez a lényeg. Tehát ugye a nemzetközi piac már bezárt, ugye február elején, de Magyarországon mindig tovább tart az átigazolási időszak, és február 14 évfélig tart, tehát még 4 nap van. Így van. Ahhoz képest, amikor felveszik ezt igazolni, igen, mert most szombat van, tehát 10-e van. Még 4 napunk kukázni valaki. Anderson, látsz esélyt érkezőnek? Hát én legfeljebb így, ahogy az előbb mondtam, hogyha kukázunk még valakit, utolsó pillanatban szabadon igazolhatóvá vált örök tehetséget, aki 31 néhány éves, tehát most sokszor ilyen jellegű igazolásaink voltak, vagy a nálunk is gyengébb csapatok cserepadjáról is kiszorult játékosok. Egyébként én az átigazolási szezon kapcsán lehet, hogy már azzal is elégedett lennék, ha mondjuk buktát sikerülne megtartanunk. Ugye az vele kapcsolatban volt arról szó, hogy a Salzburg leigazolhatja, és én nekem az nagy csalódás lenne, még ha meg is érteném ezt a tendenciát, de nála látok esélyt arra, hogy esetleg végre egy tényleg fiatal játékos beépülhet a közeljövőben a csapatba. Ha elveszítjük, akkor ez az esély hiúsul meg, úgyhogy én lehet, hogy már ezt is aláírnám. Egyébként, hogyha elviszik Bukta Csabát, én elmondó vagyok, hogy inkább most minél hamarabb vigyék el, vagy pedig maradjon itt, és akkor éveken keresztül hadd lássuk játszani és itt felnőni. Igen, tehát ezt már említettük cikkekben is, meg beszéltünk is talán róla, hogy Bukta Csabáról Herceg András is nagyon jó véleménnyel van, és nagy fegyverténynek tartották, hogy meg tudtuk őt szerezni. Ha jól tudom, Sziget-Szent Miklóson nevelkedett, és gyakorlatilag a felcsút elől haláztuk előtt 1-2 évvel ezelőtt, tehát azért ez tényleg komoly fegyvertény, és hát tényleg egy nagy tehetség, akit 1-2 éven belül szeretnének beépíteni a kezdőcsapatba. Én azért bízom benne, hogy itt marad, és ő is úgy érzi, hogy itt van esélye a felnőtt keretbe kerülésre. Még annyi kiegészítés, hogy ugye beszéltük ezt a február 14-i határidőt, ezután még lehet igazolni, de már csak szerződéssel nem rendelkező játékos, tehát azért mi még valószínűleg tudunk majd válogatni. Ugye kikommunikálta a klub Novota visszavonulása után, hogy kapust keresünk. Ugye jött is egy próbajátékos, Kosicki, akit leteszteltünk a Kisvárda ellen, de a hírek szerint vele nem sikerült megegyezni az anyagiakban, úgyhogy ő már nincs itt. Úgyhogy vagy igazolunk még az utolsó napokban valakit, aki mondjuk szabadon igazolható, vagy pedig a szabados Kovács duó lesz a tartaléka tavaszi szezonban. Úgy tűnik egyébként, hogy Debrecenben nem túl jó ómen Nov kezdetű kapusnak lenni, mármint a név szempontjából, ami Novval kezdődik. Ugye Novakovicsnál is láttuk, hogy ért itt véget a pályafutás, és ez egy bár ez egy más jellegű történet most Novotánál, de
de hát ez is szomorú egyébként, hogy tényleg így ér véget a pályafutása. Bár tény, hogy még mindig jobb, hogy most derült ki. Visszatérve arra, hogy már csak 3 hétköznap maradt igazolásra, nem látok semmi sanszot arra, hogy ebben a 3 napban valamiféle bomba robbanjon, és igazoljunk valami nevesebb, olyan játékost, aki akár rögtön a keretünknek nem csak hogy tagja lehet, hanem bevethető az NB1-es mérkőzéseinken. Egyébként, hogyha azt nézzük, hogy dobogón van a csapat, talán azt is mondhatnánk az eredményeket tekintve, hogy nincs szükség erősítésre, és az is egyfajta erősítés, szokták ilyenkor mondani, hogy egybe tartjuk a csapatot, és például mondjuk Varga Kevin sem távozott ebben a téli átigazolási szezonban egyelőre, és valószínűleg nem is fog. Viszont azért ebben az esetben én úgy gondolom, hogy több olyan pozíció van, ahova nagyon fontos lett volna a kapusposzton kívül az, hogy igazoljunk játékost. Melyek ezek szerintetek, ahova nagyon-nagyon fontos lett volna, és ami egy picit előre mutat a mostani felkészülési időszakunk mérkőzéseire is? Hát amiről már a őszi szezon végén beszélt gyakorlatilag a szakmai stáb, az egy belső védő igazolása, hiszen ugye Szilvási Pétert elküldtük, így gyakorlatilag a Kinyik Szatmári Mészáros trió maradt egyedül a védelem közepén bevethető, illetve hát itt is ugye a fiatalok közül Újvárosi, aki ezen a poszton játszik, de hát 18-19 éves nulla felnőtt rutinnal ez elég rizikós lenne, és hát itt ugye Barna Szabolcsot próbálgatja majd a stáb a belső védő poszton, erről majd később rátérünk, mert hogy úgy tűnik, hogy ide sem fogunk igazolni, tehát látszik, hogy továbbra sincs pénz, és továbbra sincs nagyon szándéka arra, hogy próbálják erősíteni a csapatot, és hát ez így jól hangzik lekommunikálva, hogy házon belülről utánpótlásból megoldjuk a pótlásokat, de hát amint látjuk, nincsenek kész embereink ezekre a posztokra jelenleg. Igen, és ezt kicsit továbbfűzve, míg Barnát, aki elvileg balhátvéd, berakjuk középhátvédnek, és ott próbálgatjuk, addig az ott megüresedett posztot, hiszen Ferencinek sincs gyakorlatilag alternatívája, aki egyébként sem balhátvéd, született balhátvéd. Ugye Barna helyett meg Nagy Kevint, aki egy középpályás, Ferencihez hasonlóan. Ráadásul egy jobb szélső középpályás, őt próbálgatjuk balhátvédként, ami megint csak enyhén szólva érdekes megoldás, és ebből következően azért a bal hátvéd poszt még mindig lyukas nálunk a közép hátvédben. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon nem egészséges állapot, hogy össze-vissza kevelgetjük így a posztokat. Tehát, hogyha házon belül meg tudnánk oldani a pótlást, akkor azt mondanám, hogy rendben. De hogy házon belül is csak úgy tudjuk megoldani, hogy olyan játékosokat teszünk be posztra, ami számukra teljesen idegen, és így próbáljuk a lyukat foltozni, ez így nagyon kínos és gázos. És félreértés ne essék, ezzel most nem Herceg Andrást kritizáljuk, mert ő abból tud főzni, amilyen van, tehát ő kényszerből próbálgat itt egyik posztról másikra átrakni játékosokat. Ez azt jelzi, hogy vannak posztok, ahova tényleg igazolni kéne, de ez nem történik meg. És nem csak a védelemnek erről a hátsó soráról van szó, tehát eddig említettük azt, hogy kellene nagyon egy pótkapus, egy cserekapus, kellene nagyon egy bal hátvéd alternatíva Ferenci mellé, és nagyon nagy szükség lenne egy közép hátvédre, aki akár teljes 90 percekre bevethető lenne NB1-es mérkőzéseken, hanem arról is beszélnünk kell, hogy a középpályán sem vagyunk meg, nevezetesen a védekező középpályás pozícióban, hogyha Jovanovics éppen eltiltott, mint a következő 3 mérkőzésen ugye nem játszhat, akkor nagyon nehéz megtalálni, hogy ki is pótolja őt Tőzsér mellett. Ez egy nagyon komoly lehetőséget ad az ellenfeleknek, hiszen minden alternatíva, minden pótlása Jovanovicsnak valamilyen szempontú visszalépés. Mindegyik lehetőségben akár Szekulicsra gondolunk, akár Kusnyírra gondolunk. Hát szerintem akár Szekulicsra ne gondolunk, tehát őt nem vittük el ugye az edzőtárból, valószínűleg vele már nem számolunk. Akár Filipre gondolunk, nem is tudom, van-e még, akit Csősz, akár Csőszre gondolunk, mindegyikükben van valami olyan hátrány, amivel a csapat is hátrányba kerülhet, és mindegyikükben természetesen van annyi pozitívum, hogy akár be is kerülhessenek így, és akkor Jovanovicsot tudják valamennyire pótolni, de ott ilyen esetben szintén egyből hiány merül fel, úgyhogy ott is vannak problémák. És hát nem tudom, a csatárpozíció mennyire megoldott jelen pillanatban. Talán ott is, hogyha jön egy vagy két sérülés, ahogy láttuk azt ősszel, és akkor ott
lehetnek megint problémák. Szerintem ott most hosszú évek után rendben vagyunk, tehát azért ott létszámra és szerintem minőségre is azért úgy megvagyunk. Vagy ha nem is minőségre, de formára. De azért, ha megnézzük, tényleg különböző stílusú csatáraink vannak, tehát azért lehet kevergetni a kártyákat, ugye ott van Tabakovics, Könyves, Mengoló, Takács, ők azért alapvetően négy különböző stílusú támadójátékos, tehát azért legfeljebb kettő játszik egyszerre úgy is közülük, vagy ha mondjuk Mengoló szélen van, akkor három, de szerintem ott most úgy megvagyunk, tehát azzal a poszttal én most úgy érzem, nincs probléma. Jó, akkor annyit kérdezek még ebben a témában tőletek, nem csak kettőtöktől, hanem hallgatóktól is, hogy melyik az a pozíció, ahova ha rajtatok múlna, mindenképpen hoznátok olyan játékost, aki bevethető az NB1-es mérkőzéseken. Kezdjük Anderson veled. Én próbálnék hozni egy Brukovicshoz hasonló univerzális hátvédet, aki mondjuk közép hátvéd, de esetleg tud bal hátvédet is játszani. Ugyanezt akartam én is mondani, és hát ugye olvashattuk, hogy Fejes Andrásnál bepróbálkoztunk. Ő pont egy ilyen játékos lett volna, aki ugye alapvetően bal hátvéd, de középső védőt is tud játszani, de végül ő a Paksot választotta. Tehát egy ilyen játékos mindenképp jól jönne. Nagyon pozitívak vagytok, én már annak is örülnék, hogyha csak egy középen... Csak egy játékos jönne. Mindegy, hogy hol tud játszani, csak jöjjön már. Igen. Tehát szóval én egy közép hátvédet mondanék mindenképpen, ahova nagyon-nagyon fontos lenne az erősítés. Hát ez volt az első témánk, és a második is ide kapcsolódik. Ugye az átigazolási időszak közben már elkezdődött a felkészülési időszakunk, úgyhogy Juve van téged kérdeznélek, hogy milyen mérkőzéseken vagyunk túl, és milyen mérkőzéseket várunk még azelőtt, hogy a Magyar Kupában megkezdődnének a küzdelmeink. Így van, január végén kezdtünk Pallagon, január 27-én a Szeged ellen egy 3-1-es sikerrel, ott Jovanovics, Ferenci és Sós voltak a gólszerzőink, majd egy hétre rá, február 3-án egy páros meccs jött a Kisvárdával, annyi furcsasággal, hogy nem 90 perces, hanem ha jól rémlik, 75 perces meccsek voltak ezek. Tehát az első meccset, ahol azért többnyire a legerősebb csapatunk játszott, azt 1-0-ra megnyertük egy öngóllal. Az egyik bloggerünk segített. Lukasz öngóljával, ugye, ő egy volt lokista egyébként, meg egy blogger. Mármint nem a bloggerünk. Igen. A másik meg... Pécsi szurkoló. Így van, így. Igen. Mármint nem a Lukasz játékos. Igen. A másik meccsen pedig inkább már a cserék játszottak, ott pedig egy 3-3-as döntetlent játszottunk, ott a miénk góljait Kusnyír, Sós és Takács lőtték, ugye ezen a meccsen próbálkozott itt Kosicki, és ugye most február 5-én utazott el a csapat Törökországba, Sidébe vagy Side, nem tudom, hogy kell pontosan ejteni. Én ezt azt olvastam, hogy Sidébe, igen. Vagy Side, ha már angolosan vagy ejteni. Vagy Sidbe, aki szintén egy bloggertárs. Igen. Itt ugye 10 napot tölt el a csapat, 3 meccs nap lesz, amiből kétszer ugye páros mérkőzéseket játszunk. 7-én játszottunk ugye egy meccset a lengyel másodosztályú Katowicével, itt főleg a cseresorunk játszott Tőzsért leszámítva. Illetve itt próbáltuk ki azért több pozícióban. Balna Szabolcs itt volt a belső védő, és bal hátvéd Nagy Kevin. És egyébként már valamelyik itthoni edzőmeccsen is ugyanez volt. Így van, a Kisvárda egyik Kisvárda elleni meccs. Szóval ez a meccs ez szerintem egy nagyon gyenge színvonalú találkozó volt, ezt ugye lehetett követni YouTube streamen is a lengyel csapat jó voltából. Itt egy gyenge meccsen 2-0-ra kikaptunk. Igazából ebből sok mindenre nem lehet következni. Talán egyetlen pozitívum az Szabados teljesítménye volt, akinek több szép bravúrja is volt a mérkőzésen. A többieket szerintem nem nagyon lehet értékelni. Viszont a másik meccsen egy orosz élvonalbeli csapatot, az FK Tosznót elég simán 3-0-ra legyőztük, és szép gólokat lőttünk szerintem. Különösen Varga Kevin gólja volt tetszetős, ugye egy szépen kapásból kilőtte a hosszút. A DVSC gól összefoglalót is készített, illetve a mérkőzés összefoglalót a két találkozóból, azokat érdemes megnézni. Így van, tehát Varga Kevin mellett még Könyves és Jovanovics volt azon a meccsen gólszerző, és hát ugye amikor ezt az adást halljátok, akkor már lejátszottunk még két meccset, ugye vasárnap az jól ismert Levadia Tallinn ellen, itt véletlenül majd már a cseresor játszott, szerintem ezen a meccsen, és az ukrán élvonalbeli Kárpáti Lviv ellen az erősebb sorunk. Ez kicsit olyan, mint amikor kijön a napi lap, úgyhogy amikor megjelenik a napi lap, már lejátszották azt a mérkőzést. Igen, lapzátánk után. aminek ők csak az első 90 percét látták, de a hosszabbításáról lemaradtak, és így kellett értékelni. Úgyhogy hát igen, most szombat este vesszük fel ezt az adást, és majd hétfőn hallhatjátok. Így van, egyébként még a Tosznó kapcsán azt lehet elmondani, én kíváncsiságból megnéztem a teljesítményüket, hogy hol is állnak az orosz élvonalban.
ott a legjobb osztályozós helyen állnak, tehát ugye egy pozícióval, ha fentebb állnának, akkor az már bent maradást érne emlékezetem szerint, de lehet, hogy rossz mondom, és nem a legjobb, hanem az alatta lévő pozíció, de egyébként pár elég csúnya zakóban nagy csapatoktól beleszaladtak, viszont a kisebb csapatok ellen azért jócskán gyűjtögette pontokat, tehát mondjuk nem egy világverő csapat, de azért az orosz élvonal tudjuk, hogy lényegesen erősebb, mint a magyar, tehát ez mondjuk nem egy rossz eredmény, de sajnos messze menő következtetéseket ebből sem lehet levonni, pláne azért nem, mert mondjuk nem tudom, hogy a Tosznónak mennyire az erős csapata játszott, ezeket nem látjuk át. Így van, és az utolsó törökországi meccsünket 14-én kedden játsszuk, ez ugye már kedden? Szerdán játsszuk. Ez ugye az utolsó előtti, hát utolsó napja a törökországi edzőtábornak, hiszen másnap jön haza a csapat. És hát talán ez lesz a legkomolyabb előfelmérő, hiszen azért a Sheriff Tiraspol Moldova kirakat csapata, többszörös csoportkör részt, a BL-ben nem vagyok többszörös biztos, de tudom, hogy az Európa Ligában elég sűrűn megfordultak a csoportkörben. Nézegettem a keretük értékét a Transfermarkton, körülbelül olyan szintű, mint a itthon a Fradi vagy a Videoton, tehát azért egy erős csapat lesz, úgyhogy ez lesz az igazi erőfelmérő majd. És hát ugye úgy volt, hogy még a hétvégén egy amolyan főpróbaként a Diósgyőrrel játszunk majd egy edzőmeccset, ilyen ráhangolódásként, ezt ugye bejelentették Bódog Tamás és Herceg András, megegyeztek, hogy ez a mérkőzés elmarad. Így tehát jelen állás szerint a Sheriff Tiraspol elleni mérkőzés lesz a főpróba a Dorog elleni magyar kupameccs és a Balmazújváros elleni NB1-es nyitóforduló előtt. Az nagyon fontos, hogy ezeknek a mérkőzéseknek az eredménye sokkal kevésbé fontos, vagy lehet mondani, hogy akár egyáltalán nem fontos. Nyilván egy ilyen 3-0-ás győzelem önbizalmat adhat a játékosoknak, meg a csapatnak egyaránt, de önmagában az eredményből kiindulni nem szabad. Tehát ezek a mérkőzések arra valók, hogy a két csapat edzője kipróbálhat olyan variációkat, olyan játékbeli megnyilvánulásokat, amikre egyébként tétmérkőzésen nincs lehetősége, és szintén nincs lehetősége akkor, amikor a csapat saját maga ellen játszik, vagy edzés szituációban. Megnézheti azt, ahogy már említettük például, hogy teljesít Barna középen, megnézheti azt, hogy kivel tudná pótolni Jovanovicsot védekező középpályásként a következő 3 NB1-es mérkőzésünkön, és különböző variációkat gyakoroltathat a csapattal. Mivel nem sok információnk van ezekről a mérkőzésekről, hogy mondtad például, hogy az FK Tosznó most milyen csapattal állt ki, vagy mennyire vették komolyan a mérkőzést, vagy ők is mennyire ezt tényleg ilyen edzési szituációnak vélték, ezért nehéz ebből messze menő következtetéseket levonni. Abban bízunk, hogy ez az 5 találkozó elég lehetőséget nyújt arra, hogy tényleg felkészüljünk arra a nagyon nehéz tavaszra, ami ránk vár. Nekem még annyi kérdés eszembe jutott most itt a Dorog meccs kapcsán, meg itt az edzőmeccsek rotálása kapcsán, hogy ott ti milyen csapatot küldenétek a pályára, ugye? Nyilván mondjuk Ferenci meg Jovanovics adják magukat, hiszen ők eltiltottak a bajnokiról, de hogy mennyire adnátok lehetőséget a mondjuk cseréknek, fiatalabbaknak, vagy és mennyire pihentetnétek? Például a kapus poszton. Mindenképp egy vegyes csapatra számítok, ugye mondtad Jovát és Ferencit, egyértelmű. A csatárposzton tudunk variálni, hiszen beszéltük, hogy 4-en vannak, tehát ott is tudjuk azt a 2-t játszatni, aki mondjuk a bajnokin nem fog. Hát a védelemben nem nagyon tudunk variálni, szerintem Mészáros játszani fog, mert ő a bajnokin valószínűleg nem kezd. Mellette vagy Szatmári, vagy Kinyik mindenképp kell, hogy játszon. A kapusposzt egy érdekes, én nem merném betenni Szabados, nem tudom ti, hogy vagytok vele, szerintem Nagy Sanyi fog védeni. Én be merném tenni, de nem érzem jelentőségét, hogy ő véde, vagy éppen Nagy Sándor. Azt gondolom erről a mérkőzésről, hogy hazai pályán le kell rendeznünk már az első mérkőzésen ezt az egész összecsapást és az egész párharcot. Úgy kell utaznunk majd a visszavágóra, hogy ott már esélytelen legyen a hazai csapat. Tehát sok gólos, 3-4-5 gólos hazai győzelmet szeretnék. Nem azért, mert lenézem az ellenfelet, mert nagyon nehéz mérkőzés lesz, hanem azért, mert hazai pályán fogunk játszani. Szerencsére sikerült elérni, hogy az időpont később kezdődjön, tehát később kezdődjön a találkozó, így talán még több szurkolóként lehet. És ez ugye ingyenes lesz. Ingyenes lesz, így van. Azt se felejtjük el, hogy egy jó szezon kezdett lökést adhat a csapatnak is, lökést adhat a szurkolónak is, és nagyon jó lenne, hogyha a dorogi visszavágóra nem kellene a teljes
fő keretet küldeni, mert hogyha itt csak egy döntetlen érünk el, akkor nem kérdés, hogy ott az NB1-es első keretet kell teljesen mind a 11 játékossal feltenni a pályára. Ha viszont 2-3 góllal nyerünk, akkor ott már lehetne ezt a variációt betenni, hogy akkor védjen Szabados, hogy akkor kipróbáljuk, tegyük be Kusnyírt, hogy egy mérkőzésen mit bír, vagy tegyük be Csőzt, vagy tegyük be a bal hátvéd posztra Barna Szabolcsot, és így tovább. Tehát ott már több variációt látok. Ez hazai pályás meccs lesz, meg kell nyerni több góllal. Így van, és mindenképp ez a célunk, ugye a Magyar Kupába szeretnénk minél tovább jutni, lehetőleg megnyerni, és hát azért nagy szanszunk van, hiszen a Vidi és a Fradi kiesett, a két nagy fő esélyes. Innentől kezdve velünk azonos szintű csapatok vannak maximum, akik utunkba kerülhetnek. És az Újpest és a Paks egymást kapták azért esélyes. Így van, tehát még azért ott van a Diós Győr, a Honvéd, és az Újpest, illetve a Paks, akiket érdemes azért kiemelni. Úgyhogy érdemes lenne a kupára mindenképp oda fókuszálni, amellett, hogy nyilván a bronzérem megtartása a cél. Még annyit az edzőmeccsekről, ugye, mikor az adás lemegy, akkor már lejátszottuk a két vasárnapi meccset. Én arra számítok, hogy a Kárpáti ellen Herceg András ki fogja próbálni azt a középpályát, hogy Tőzsér kicsit visszavontabb, és Bódit és Varga Kevint kipróbálja a pálya közepén. Ugye erről már beszéltünk, hogy ezt lehetően meg fogja lépni, és akkor a széleken ott lehet Sós Bence, illetve Könyves vagy Mengoló, elől pedig Takács vagy Tabakovics, úgyhogy meglátjuk, hogy ezt meghúzza, de én számítok egy ilyen húzásra tőle. Én pedig abban vagyok biztos, hogy a február 14-i csapat az nagyon hasonló lesz ahhoz majd, amit az NB1-es mérkőzésünkön látni fogunk. Tehát arra lesz nagyon érdemes lesz arra odafigyelni. Kivéve, ha február 14-én nem működik jól a dolog valamilyen szempontból, mert akkor Valentin lehet, hogy... nap van és szerelmesek a játékosok. Így igaz. Mert akkor lehet, hogy még belenyúl Herceg. Hát nyilván, de azért mondtam most Juve fan azt, hogy valószínűleg persze. A Kárpáti Liv lesz ennek az elsődleges próbája, és hogyha ott jól működik, akkor láthatjuk, hogy a Tiraspol ellen mire vagyunk képesek. Na hát ez lett volna a második téma, és akkor jöjjön a harmadik, talán a legrövidebb. Néha ugye megszokhattátok, hogy a heti hármasban nem csak a DVSC-ről beszélünk, hanem adott esetben a Loki blogról is. Hát mivel ez az első ilyen podcast adásunk idén, ezért pár gondolatot hadd vázoljak az idei évünkről, terveinkről, és arról, hogy mire számíthattok tőlünk 2018-ban. Az első és legfontosabb, ami jelenleg is folyamatban van, de határidőt nem tudunk mondani, hogy mikorra készül el, hogy tervezünk egy új honlapot, teljesen új kialakítással, de nem annyira újjal, hogy sok mindent meg kellene szokni nagyon hosszú ideig tartóan, hanem egy picit átdizájnoljuk az oldalt, ami fontosabb, annak nagyobb kiemelést adunk, és bízunk benne, hogy majd ez is elnyeri a tetszéseteket. Nagyon fontos szempont ebben, hogy a mobil barát legyen, és könnyen lehessen mobilról is böngészni a honlapunkat. Természetesen továbbra is naponta az egy cikk az minimum, amit szeretnénk nyújtani, tehát ez már egy... Én most itt hadd ragadjam meg egy kicsit a szót, ugye a dizájnváltásra mindenképp azért van szükségünk, mert egy kicsit úgymond az irányunkat és az arculatunkat is megváltoztatjuk. Nyilván maradunk blog, és maradnak a szubjektív hangvételű cikkek, de azért már láthattátok a Loki Express elindulásával, hogy ezzel egy kicsit próbálunk interaktívabbak lenni, figyeljük a sajtót, minden egyes hírről próbálunk beszámolni. Nyilván nem egy hírportál vagyunk, ezért mi csak úgymond átvesszük a híreket, és ennek ugye egy ilyen gyűjtő cikket találtunk a Loki Express formájában. Ez még most egy kicsit ilyen kezdetlegesen működik, de az új honlapon ennek is egy nagyon jó megoldása lesz, majd ezt majd láthatjátok annak idején. Így van, úgyhogy szeretnénk ezeket a lényegesebb dolgokat majd jól kiemelni a honlapon. Ebben Szemi nyújt nagyon nagy segítséget nekünk, és természetesen együtt ezen dolgozunk a szabadabb napjainkon. Reméljük, hogy pár hónapon belül azért ezt már élesíthetjük. Ezen kívül természetesen a cikkekben is próbálunk megújulni, ahogyan említetted, van már egy ilyen sajtófigyelő rovatunk, ez nem csak az átigazolási szezonban fog működni, hanem folyamatosan, úgyhogy ha bármilyen cikket megláttok, vagy információt, amit még nem tettünk közzé, akkor nyugodtan írjátok majd meg. Nem nagyon lesz olyan, ezt garantálni tudom, hogy gondoskodok róla, ne legyen. Lehet majd egy ilyen játék, hogyha 30 percen belül küldenek olyat, ami nem került ki, akkor... Hát igen, azért azt tudni kell, hogy azért nyilván én is dolgozok napközben, tehát ezt amellett próbálom is igyekszem szerkeszteni, tehát akadhat olyan, hogy mondjuk picit kések a dologgal, de ahogy mondtad is, ugye
Ez egy folyamatosan frissülő rovat, és elfelejtettem, amit akartam mondani, de akkor hát visszaadom az, hogy a szót. Nehéz lesz majd találniuk olyan cikket, amit még nem tettünk bele, vagy olyan információt. Ja, igen, ezt akartam mondani, hogy szeretnénk, hogyha ti is kicsit interaktívabbak lennétek, nyugodtan szóljatok hozzá, vannak témák felvetve, szoktunk kiírni szavazásokat, jönnek a kommentek, de még jöhetnének többen, tehát amolyan chat formátumot is felvehet ez a dolog, bármit, bármikor, valamilyen kérdésetek van, akár felénk, vagy egymáshoz, ez ugye minden nap a legelső cikk az oldalunkon, tehát legfelül van, aktuálisan bármilyen téma van, nyugodtan lehet írni, én folyamatosan figyelem, de a többi szerkesztőtársam is, úgyhogy válaszolunk minden ilyen felvetésre, kérdésre. Ezen kívül nagyon komoly szempont az, hogy a közösségi médiában továbbra is erősödjünk, úgyhogy megköszönünk továbbra is minden lájkot. Nem csak a Facebookon, hanem főleg a YouTube-on szeretnénk elérni mielőbb az 1000 feliratkozót, úgyhogy ha még nem tetted meg, akkor kérjük, hogy élj ezzel a lehetőséggel, mert az új YouTube szabályok szerint 1000 feliratkozótól egy kicsit komolyabban foglalkozik velünk is a YouTube. És emellett elindítjuk idén az Instagram. Igen, ez már egy kicsit az új honlapnak is szól. Igen. Én szerintem már ezt ebben a hónapban elindítjuk, az Instagram oldalunkat. Ezt majd főként Lukasz fogja kezelni így van, és így van. Posztolni a jobbnál jobb képeket. Itt már mindenképp a meccsekről is szeretnénk, tehát így, hogy beindul a tavaszi szezon, így ott is aktívak leszünk. Így van, úgyhogy amit tavaly elkezdtünk vlogokat, azt is tovább visszük, tehát kell számítani még több videóra, mert úgy látjuk, hogy ez érdekel titeket, és ennek nagyon örülünk is, úgyhogy bízunk benne, hogy ebben is tudunk majd folyamatosan fejlődni. Ezen kívül elindult most egy új szurkoló naplója jellegű rovat, ahova egyelőre én, de lehet, hogy a később majd más is ír nagyon szubjektív kis eszmefuttatásokat. És folyamatban van az, hogy a klubba a partneri viszonyt ápoljunk. Szerencsére ezt jól indította el az a levél, amit megfogalmaztál. Így van, és hát ugye, hogy jeleztük a levélben, mi nyitottak vagyunk a párbeszédre, és hát úgy vettük észre, és olyan visszajelzést kaptunk, hogy erre a klubtól is nyitottak, úgyhogy ebben a közeljövőben majd lehet előrelépés. Ennek fejleményéről már nem biztos, hogy így nyíltan beszámolunk, hiszen ez innentől a klub és a Loki Vlog belügye, én úgy hát gondolom. Hát a háttérbeszélgetés gyakorlatilag. Így van. Ennek legfeljebb majd a következményeit láthatjátok a későbbiekben ilyen-olyan formában, pozitív értelemben véve így természetesen. Van. Bízunk abban, hogy az idei tartalmunk is elnyeri tetszéseteket, bármilyen véleményetek, gondotok, felvetésetek van, nyugodtan írjátok meg, és megpróbálunk rá megfelelő módon reagálni, úgyhogy hajrá Loki, 2018-ban is mi itt leszünk, és próbálunk tájékoztatni titeket minden lényeges és fontos történésről. Így van, idén is nyomjuk neki ezzel. Anderson, te tudsz én csak egyet értek. Hozzátenni valamit. Na, hát nagyon szépen köszönjük a mostani figyelmeteket is, és hogy meghallgattatok ezt a majdnem 30 percesre nyúló heti hármas podcastot. Még akkor annyit van mondjak el, hogy ugye ez az év első heti hármas adása, de szerintem csinálunk majd még egy ilyen élő azon beharangozó adás. Lesz még februárban valószínűleg élő. Így van, tehát ahogy már ahogy az évet lezártuk az előző év végén, illetve hogy már többször is próbálkoztunk ezzel a formátummal, véletlenül most is még a szezon kezdet előtt majd egy ilyen élő adást készíteni fogunk. Én pedig addig is egy gyors kérdést kérdeznék, illetve majd kérlek, hogy erről egy szavazást tegyél ki az oldalra. Van-e igény arra, hogy ismét élőben közvetítsünk rádiósan a Dorog elleni Magyar Kupa találkozóról, amit ugye streamen majd valószínűleg lehet követni, de a TV nem fogja biztosítani ennek a megtekintését, úgyhogy ha van legalább 10-20 fő, akinek ez könnyebbséget jelentene, akkor állunk elébe, de ezt kérünk jelezzétek majd. Hát nagyjából ennyi lett volna ez az első évi podcast. Hajrá Loki! Köszönjük a figyelmeteket, sziasztok! Köszönjük a figyelmet, sziasztok! Köszönjük a figyelmet, hajrá Loki!